Pilvax kávéházban vagyunk 1848. márciusában. Népszerű kávéház volt ez abban az időben. 1844-től Petőfi és barátai a Fiatal Magyarország Társaság törzshelye. Jöjjönek csak bejebb, uraim! Tiszteletem, Petőfi! Tiszteletem, uraim, Vasvári! Jó napot! Hölgyeim, jöjjenek csak bejebb, kezítsuk! Itt készülődött barátaival, hogy Magyarország a Habsburgoktól független és szabad ország lehessen. Ennél a néhány asztalnál kezdődött a forradalom. Az egyiknél Petőfi ír, egy másiknál Petőfi felesége, Szendrei Júlia barátnőivel kokárdát és nemzeti színű fejkendőt varnak. Nem nagyon szólnak bele a többi asztalnál folyó politizálásba, de épp oly lelkes hazafiak, mint mindenki, aki ide jár. Pillancsunk hát be az akkori Pilvax életébe. Ambrus úr, a főpincér, épp most fejezte be az új pincérinas okítását a kávéházi felszolgálás titkaira. Na, Samu fiam, ha mindezokat, amiket mondtam, betartod, így jó helyed lesz. Minden úgy lesz, Ambrus úr, ahogyan parancsolni tetszett. No, hát ne urazz itt nekem. Szólíthatsz bátyám uramnak. Köszönöm, Ambrus bátyám. Kérdezhetnék-e valamit? No, hát kérdezz. Kik azok a elveskedő fiatal emberek az ablak melletti asztaloknál? Ó, hát azok jó firmák. Az egyik valami Vasvári nevű, a leghangosabb. Egész nap politizálnak, heveskednek. Úgy hívják magukat, hogy Fiatal Magyarország. Nem hallgatóztam ugyan, Ambrus bátyám. De oly hangosak, hogyha nem akarom is hallom, hogy szídják az osztrák császárt, s mindig a függetlenséget emlegetik. Nem félnek, hogy besúgók is lehetnek itt? Ó, dehogy félnek. Jól tudják, hogy mindig van itt néhány. Az is ott a fal mellett őket. Figyelj, látod azt a sunyi képét? Látom, hát. Nem érdekli őket. Annál hangosabban mondják, neki ilyen szegénynek olyan fáradtságosan fülelnie. De ahogy mondani szokták, Samu fiam, gyáva népnek nincs hazája. Hát, Ambrus bátyám, úgy gondolja, mint ők? Persze, hogy úgy gondolom. Ezen meglepőd, Samu fiam, nem jó helyen vagy itt? Ne haragudjon, kegyelmet, csak... Mit csak? Hát, hogy azt mondta kegyelmet, hogy sváb a családja. Na, hogy egy szóval német. Azt hittem. Mit hittél? Hát, hogy német lévén nem szívesen hallgatja ezt a sok császárt szidalmazó beszédet. Hogy micsoda, hogy én... Csak azért, mert a nevem német. Egyet értenék a császára, hogy Magyarországot meghódított tartománnyá akarják tenni? Hogy ne élessünk úgy, ahogy mi akarunk? Az lehet, fiam, hogy a nevem német. Büszke is vagyok, becsületes Veszelhoff erőseimre. De a szívem, az magyar. Na hát, nem csak én vagyok egyetlen ebben az országban, akinek más vidékről érkeztek az ősei, mégis büszke magyarok. Látod-e annál az asztalnál azt a fiatal embert? Látom, hát. Azt még 6 éve Petrovicsnak hívták. Mégis most a legnagyobb magyar költő. Nem a név számít, fiam, a szív, az, hogy minek érzed magad. Hát Petőfi is itt van. Persze, hogy itt van. Úgy látom, én felset ír. Menj csak oda, de ne zavard, ha kávét kérj, azonnal ugoros. Megyek, Ambrus bátya. Sem oda megy Petőfi asztala mellé, a nagy tisztelettől meg se bír mukkanni. Nézi, hogy híres Petrovics Petőfi Sándor keze alatt, hogy is születik meg a vers. Közben a hangoskodó fiatalok hangja hallatszik. Hallottátok, micsoda ijedelem lett a Bécsi udvarban a párizsi forradalom hírére? Elegünk van Bécsből. Ne diktáljanak ezek arról, mit is csináljunk a saját hazánkban. Magyar földön a magyarok döntenek a dolgaikról. Úgy van, úgy van. Jó lenne, ez a kegyelmet császár fülébe is eljutna. Nagy hangzavar és politizálás támadt. Petőfi, aki mindig részt vett ezekben, most nem szólt. Egészen mással volt elfoglalva. Szabadság. Szabadság. Ez így nem jó. Szabadok. Szabadok. Szabadok legyünk. Vagy rabok? Rabok legyünk? Rabok legyünk, vagy szabadok? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Önálló magyar kormányt akarunk, nem Bécs helytartóit!
Úgy van, jól beszélsz. És magyar választásokat. Országgyűlést az egész nép részvételével. Magyar hadsereget, amely az országunkat védi. Nem a császár hódításait, ne vigyenek magyar katonákat külföldre. Egy szabad sajtót akarunk, ahol nem csak az jelenik meg, amit ő felsége helyesnek tart. Úgy van. Nem kell cenzúra, minden vélemény megjelenhessen. Nem csak az, amit Budán megengednek. Úgy van. Saját nemzeti bankot, saját magyar pénzzel. Úgy van. És Magyarország, és Erdély legyen megint Magyarország része. Petőfi közben ír, nem szól. Egy joghallgatónak, Szikra Ferencnek ez feltűnik, és átkiált Petőfi asztalához. Sándor, nem is mondta semmit. Már 3 hete lázogonak Párizsba. Itt mikor teszünk már valamit? Nem mondok, nem mondok. Dehogy nem mondok, azt mondom, amit épp leírtam. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Mutasd csak! Rajta magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Híja haza, az biztos, hogy a hazafinak mennie kell, a hívja haza. És megyünk is, ha kell. De Sándor barátom, előbb talpra kell állítani a magyart, és csak aztán rajta. Talpra? Talpra. Igazad van, Feri. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Akkor, mint láthattuk is, Szendrei Júlia is ott volt barátnőivel, s nemzeti felkendőket, kokárdákat vartak. Petőfi neki nyújtotta át először a most már kész költeményt. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kossuth Lajos táborában két szám majoránna, egy szép barna magyar huszár Sájlovát karéjozza. Ne karéjozz, magyar huszár, mert leesel róla. Nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak. Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai és lángoló Petőfi szava zengett, kokárda lengett és zászló lobogott. A költő kérdett, s felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset és börtönajtót lelkes tömeg, de a munkadala harsog. Szépség, igazság lassan megy előre. Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búsan visszanéz. És emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja. Szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot.
Két nappal később, 176 évvel ezelőtt, reggel 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Kevesen az elenyésző szám a 100 000-es városba. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport. Kitért útjukba egy targonca, lovasszekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk. A járókelők ámulva álltak meg. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról és csatlakozott a menethez. Elő nyurga, barna arcú fiatalember haladt. Szigorú, elszánt tekintettel. Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti nép 100 000-eit, kiharcolják a magyar szabadságot, vagy meghalljanak érte. Mentek, hogy kinyomtassák a követeléseiket, cenzúra nélkül a 12 pontot. Független kormány, nemzeti bank, véleményszabadság, s mindaz, amiről a Pilvaxban beszélgettek. Jókai Mór így emlékezett a naplójában. Landerer nyomdája előtt már valamennyi társunkat mindegyütt találtuk. Itt csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagja is. Esős, sáros idő volt. A közönség esernyőket tartott a kalapjai felé. Ej, uraim! Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett. Hát akkor elfutunk-e? És arra minden esernyő eltűnt a fejek felől. De eltűntek még a kalapok is abban a pillanatban, amidőn Irinyi első példáját a nemzeti követeléseknek felmutatá szóval. Íme, a szabad sajtó legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi. A második nyomást Petőfi. A harmadikat én tettem bele. Hogyha merénylet szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás. Ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke. A 12 pont. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Pest-Budán. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvényítő egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget, közös képviseletet egyenlőség alapján. Az úrbéri viszonyok megszüntetését, esküdszéket. Nemzeti bankot, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum terére. Csak nem 10 000 ember gyűlt össze. Ott állt a múzeum lépcsőjén Petőfi, Vasvári, Irinyi mellett Nára is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. Végül a múzeum lépcsőjén elhangzott a nemzeti dal is. Petőfi mondta, magam láttam ezzel a két szememmel. A hatalmas tömeg kórusban mondta a vers refrényét. Talpra magyar, hí a haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most a kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láznával, jobban ékesíti a kar, és mégis látszó dolgunk, ide lehet érni.
Kérünk mindenkit, álljanak föl, és mondjuk együtt a következő refréneket. Talpra, magyarok! A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy darab tovább nem veszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, hogy darab tovább nem veszünk.